Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Szorító Podcast Ratings Reportja. Vagy nem tudom, vagy kitalálunk neki valami jó értelmes nevet. Én Bárt vagyok, és itt van velem a doktor is. Sziasztok! Kijöttek a számok az All Elite Wrestling kontra NXT csata első hetéről, és azt a tapasztalatot szűrhetjük le belőle, hogy az igazi győztesek a nézők voltak, és a birkó biznisz. Így van, hiszen gyakorlatilag az All Elite Wrestling 1 millió fölött debutált méghozzá mastagon. Az NXT pedig vesztett 100 000 nézőt az előzőhöz képest, a doktor pedig elmondja nektek a pontos számokat. Így van, az All Elite Wrestling 1.409.000 nézőt szerzett, az NXT pedig 891.000-et. Azt minden esetre láthatjuk, hogy az All Elite Wrestling messze túl teljesítette az előzetes várakozásokat, ez egy kitűnő nézettségi érték, ami pedig az NXT-t illeti, az ő esetükben el lehet mondani, hogy csak 100 000 nézőt veszítettek, ami azt jelenti, hogy az ő nézőik nem vonultak át tömegesen az All Elite Wrestlingre. Amit mondjuk sokan vártak volna egyébként. Ami nagyon erős kezdés az, hogy a TNT-n 5 éve nem volt ilyen erős debütálás például. Szóval mondjuk az a csatorna helyzetét is mutatja elég erőteljesen. Viszont az, hogy gyakorlatilag két idézőjelben ismeretlen wrestling adást 2 milliónál többen néznek az első este, az kiváló hír a biznisz szempontjából. Gyakorlatilag a kettőt együtt 2.300.000 néztek, ami, hogyha az összesített értéket vesszük alapul, akkor több, mint a Raw elmúlt 4 heti nézettségéből 3-szor. Igen, ami azért elég jó. Jó hír. Vagy nem jó hír, nem tudjuk. Tudjátok, az volt előzetesen a legnagyobb félelem ezzel kapcsolatban, hogy a két adás kioltja majd egymást. Egymástól vesznek el nézőket, és esetleg valami olyasmi lesz a vége, hogy mind a kettőt megnézik mondjuk 500 000-an, mert ennyire megosztják azt az 1 milliós nézőközönséget, ami ezekre kíváncsi. Ezzel szemben a valóság az lett, hogy 2-szer annyian néztek birkót ezen a héten, mint amikor az NXT egyedül volt a csatornán, és ez azt jelenti, hogy az All Elite Wrestling rengeteg olyan nézőt be tudott csábítani, legalábbis most az első hétre, akik egyébként NXT-t nem néznek, hanem újonnan érkeztek. És ezt mutatják azok a számok is, amelyek a 18 és 49 év közöttieket, tehát a kereskedelmileg fontos célcsoportot mutatják. Ezeknek a ratingje, tehát a közönség aránya, ugyanis az NXT-nél 0,32, az All Elite Wrestling-nél 0,68. Ez azért érdekes, mert az NXT-nek a 18-49 év közöttiekre levetített nézettsége a múlt héten is 0,32 volt, tehát semennyit nem csökkent az All Elite Wrestling színre lépésével, az All Elite Wrestling egyszerűen ennyivel többet hozott be az első adására. Felszok, ez azt jelenti, hogy durván 20 év után újra sikerült, hát nem azt mondom, hogy új nézőket, mert valószínűleg ezek az emberek régebben is néztek birkózást, de sikerült növelni a talent, nem talentpult, mi ez a néző medencét, amiből így halásszák el a nézőket a birkó műsorok, ami kifejezetten jó hír. Szóval az, hogy minimális növekedésről beszélünk, és csak az On The Night, az is az esti nézettségről, ami azért mondjuk most már nem olyan fontos, mint mondjuk volt a 90-es évek közepén, vagy a 2000-es évek közepén, mert abszolút ugye sokkal több ugye olyan fogyasztási forma van, mint mondjuk ugye a DVR-ok Amerikában, ami szuper népszerű, ugye a felvett műsorról való nézés a hét többi felében, még ugye az NXT megy a Networkre, szóval ott is fog ezért egy szép számot valószínűleg hozni nézettségben. Meg gyakorlatilag úgy is reklámozták például a Dynamite-ot, hogy készítsétek elő a DVR-otokat. Szóval azért egész más már a tévénézési szokás, mint volt jó pár évvel ezelőtt. Szóval az, hogy gyakorlatilag majdnem sikerült behozni nagyon komolyan, nem azt mondom, hogy 1 millió környékén, de azért ahhoz tendáló nézőszámot birkóadásra, az a biznisznek rettentően jó.
Abszolút, tényleg a rajongók, a győztesek kaptak két friss új terméket, és egyelőre mind a kettőt sokat nézték. Én azt gondolom, hogy legalább egy hónap bele fog telni, amíg letisztul a helyzet, és ténylegesen látni fogjuk, hogy hogyan oszlik majd meg a közönség az All Elite Wrestling és az NXT között, illetőleg azt is majd akkora jobban látjuk, hogy a kezdeti érdeklődésből mennyi morzsolódik le így az első hetekben, de az biztos, hogy a rajongók mindenképpen győztesek. Az All Elite Wrestling olyan erősen debütált, hogy az már tényleg nyomást gyakorolhat ráadásul a WWE-re is, hiszen ez a szám, ez a kezdeti szám nincs olyan messze attól, amit például a SmackDown teljesített az elmúlt hetekben, egy 500 000 a különbség. Igen, ilyen szintű közelség nagyon-nagyon régen nem volt. Tehát a TNA közelében nem ért ennek. Szóval ez tényleg abszolút WCW-s időszak. Hát a TNA magát nézettséget tekintve hozta ezt, csak a különbség az, ami közel van egymáshoz. Arra gondoltam, hogy a különbség sokkal közelebb van, mint annó a TNA volt 10 évvel ezelőtt. Igen, mert akkor a WWE-t még sokkal többen nézték, mint most. Igen, mert akkor majdnem 5 millióan nézték a WWE-t. Szóval az egy sokkal nagyobb különbség volt, itt meg jóval kisebb, és ez akár változásokhoz vezethet majd a WWE-ben is, hogyha az All Elite Wrestling tudja tartani ezt a számot. Azt azért ne felejtsük el, hogy ez egy első hét volt, és ilyenkor nagyon sok új érdeklődő, kíváncsi ember kapcsol oda, hogy megnézze, hogy mi is ez az új műsor, és ebből általában egy minimum 10%-os esély szokott következni a második hétre, de meglátjuk majd, hogy ezek a számok hogyan alakulnak a folytatásban. Igazából ami érdekes, hogy a WWE küldött egy sajtóközleményt a PV Insidernek meg a nagyobb birkó sajtóoldalaknak, ahol azt írták, hogy gratulálunk az All Elite Wrestlingnek a sikeres premierükhöz, a fejfej melletti közvetítések valódi győztesei a rajongók, akik arra számíthatnak, hogy a szerda este egy igazi versennyel teli vadmenet lesz, és felhívják arra a figyelmet, hogy ez nem egy egyestés sprint, hanem egy maraton. Magyarul a WWE-nél Vince utasította, hogy hívják ott a sajtóosztályt, hogy készítsük elő a competition-t, mert Vince imádja a competition továbbra is, ugye a versenyhelyzetet. Mert él hal a versenyhelyzetért legalábbis, ugye sokan ezt mondják a backstage-ből. Igen, a legpesszimistább hozzászólók egyébként, akikkel szokás szerint tele van az internet, azt mondják, hogy ez a nézettségi különbség és ez a vereség az All Elite Wrestling műsorától azt fogja jelenteni, hogy itt jön Vince, és már is megváltoztatjuk az NXT-t, hogy WWE-s produkt legyen belőle. Oh. Oh, God. Szokásos idiótaság. Ah, srácok. Ahogy ezt egyébként Triple H is elmondta, hogy az NXT-nek az arculata nem fog változni, és nem is lenne értelme változtatni rajta, mert az All Elite Wrestlinget nem olyanok nézik, akik a WWE megszokott Raw SmackDown-os termékét keresik. Ja. Tehát azzal nem fogják tudni elhódítani az All Elite Wrestling nézőit, míg az NXT-vel lehet rá esélyük. Igen, mert gyakorlatilag az NXT indie volt az All Elite Wrestlingnél egyébként, azt is láttuk. Igen, ahogy el is mondtuk ezt a tegnapi kis podcastünkben, amit megtalálhattok az első csata címen, Szorító Podcast epizód 176. Keresítek meg a csatornánkon. Gondoljatok bele, srácok, tényleg, hogy azért most itt nem azt mondom, hogy kötelező válaszhelyzetben van a WWE, mert gyakorlatilag még mindig egy, nem is azt mondom, hogy B-sót raktak oda az All Elite szemben, hanem egy C-sót, ami gyakorlatilag tényleg a developmental programjuknak a gyakorló műsora. Szóval azért annyira nem rossz a helyzet ez, mint ahogy az tűnik. Viszont az All Elite elkönyvelhet egy kifejezetten komoly első sikert, és várjuk a folytatást. És azért ne felejtsük el, hogy ez az NXT nézettség, amit megszereztek, úgyhogy a szomszéd csatornán ott ment az All Elite Wrestling, még így is jobb annál, amit például a legelső NXT-s adásukon teljesítettek, amikor ugye egyszeri alkalomra egy WWE héten hozták be másfél-két évvel ezelőtt a USA Networkre. És Triple H egyébként azt nyilatkozta, hogy azok az egymilliós számok, amiket hoztak, azok messze felülmúlták a USA Network előzetes várakozásait. Tehát azért a 900 ezer sem egy rossz nézettség. És ezért mondjuk azt, hogy itt a birkózás volt az, aki nyert, mert tényleg nem azt láttuk, hogy a két adás kioltotta egymást, hanem azt, hogy egymás mellett is tudtak létezni, és mindegyik tisztességes nézettségi értéket tudott hozni. Abszolút, abszolút így van.
Valamire még kitérhetünk, mert ugye hoztad azt, hogy mit mondott a jó Bubba Ray Dudley arról, hogy mi lehetett az egyik esetben a mérleg nyelve az All Elite javára. Bubba Ray lenyilatkozta a Busted Open Radio-ban, hogy a Perception, az hogy mondjuk szépen magyarul, a elképzelések csatáját megnyerte az All Elite Wrestling, vagy a benyomások, inkább a benyomások csatáját fordítanám magyarra, mert ha kapcsolgattál a két csatorna között, akkor az All Elite sokkal nagyobbnak és sokkal menőbbnek tűnt, mint a kicsi intim NXT, legalábbis Bubba Ray Dudley szerint. Nem tudom, hogy ennek volt-e hozzá valami köze, az igazat megvalva. Az tény, hogy az All Elite Wrestling baromira jól nézett ki azon a telt, abban a teltházas washingtoni arénában. Igen, abszolút jól nézett ki. Nem tudom, hogy ennek lesz-e befolyásoló tényezője, azért az NXT-t nem is úgy próbálják eladni, hogy az hatalmas és... monumentális. Igen. A Raw-val meg a SmackDown-nal valószínűleg szemben. Lehet, hogy mondjuk ez egy hétköznapi néző pszichéjére, egy casual néző személy pszichéjére valamiféle kihatással van, de én megmondom őszintén, szerintem nem ez döntött. Az döntött, hogy az All Elite Wrestling körül volt nagyobb buzz, ahogy mondtam is néhány héttel ezelőtt. Én biztos voltam benne, vagy legalábbis gyanítottam erősen azt, hogy az All Elite az első héten mindenképpen verni fogja az NXT-t. Igazából most ők voltak az új termék, nagyon sokan olyanok is, akik egyáltalán nem néznek WWE-t, szerintem kíváncsiak voltak rá, hogy mit tesz le ez az új szervezet az asztalra, és most majd azt fogjuk látni a következő hetekben, hogy ezeket a nézőket mennyire sikerült megnyerni azzal, amit végül is az All Elite Wrestling produkálni tudott. Így van. Na, és akkor szerintem ennyi fért a mai adásunkba, és hát a rövid kis videónkba. Remélem tetszett, ha tetszett, akkor lájkoljatok, ha nem tetszett, akkor diszklájkoljatok, szóljatok hozzá, hogy ti mit gondoltok a nézettség alakulásáról, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. És addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Bízzatok a doktorban. And the wrestling is fun. Sziasztok! Sziasztok.